Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 1-ig. Megnézzük, hogy mi történik hétfőn. Itt a hold jelenik meg, hiszen a hold az uralkodik a hétfői nap felett. Mi várható hétfőn? Itt látható egy utazás, ez lehet egy látogatás, egy kirándulás, külföldi kapcsolatok, esetleg kapcsolatok az interneten keresztül. Ezek lehetnek szerelmi kapcsolatok, vagy üzleti kapcsolatok is. Amit a hajó még jelent, ez a remény. Hogyha van egy elképzelés, megvan ahhoz a remény, hogy ez megvalósuljon. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik, itt látható Mars bolygó szimbóluma. Mi várható kedden? Itt látható a nyilvánosság, hogy megjelensz a nyilvánosságon, vagy találkozol valakivel, ez a találkozás lehet véletlen, és hogy összefuttok. Vagy, amit ez a kép még jelent, hogy mások észrevesznek téged, kapsz dicséretet, megkapod az elismerést. A szerdai nap fölött Merkur bolygó uralkodik. Mi várható szerdán? Itt vannak félreértések. Sőt, ez lehet egy vita vagy veszekedés is. Az is előfordulhat, hogy megkapod az elismerést, vagy mások bókolnak neked, van valaki a környezetedben, aki ezt észreveszi, nem tetszik neki, lehet, hogy valaki irigy rád, és megpróbál támadni téged. Csütörtökön Lilith energia van. Az azt jelenti, hogy a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel van a földünkhöz. A Lilith energia az kiváltja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és mivel annyira közel van a földhöz, hogy ez az álom megvalósítható. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik. Itt le tudsz zárni valamit, mint például ezt a vitát. És akkor érzed majd a szabadság érzetét, hogy lesz egy új irány magad mögött hagyod ezeket a dolgokat, ezeket a kihívásokat. Pénteken teli hold van az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, ez a teli hold a halak jegyében van, és a halak jegye szimbolizálja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket hasonlóan, mint itt ez a kép, vagy a Lilith energia. És itt az a fontos ennél a teli holdnál, hogy tudjuk azt, hogy miről van szó konkrétan, mit szeretnénk elérni, és kell a hit, a bizalom. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik. Itt láthatóak az utak, ez lehet egy találkozás, vagy lehetnek fontos döntések, amikor elgondolkozunk azon, hogyan tovább, melyik irányba. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. És ezen a szombaton lesznek kármikus témák, mert a hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, rákút. És az jelent egy új irányt. Ez lehet egy változás. Megnézzük, hogy mi várható még szombaton.
itt lesz egy hír, vagy egy szerződés, és ez kihat a sors utadra. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik a vasárnap felett. Mi várható vasárnap? Itt van ez a ravasz róka. Itt is érezhető volt, hogy van valaki a környezetedben, aki irigy rád. És itt megjelenik vasárnap újra, lehet, hogy ugyanaz a személy, és kíváncsi. Nagyon kíváncsi, hogy mi van nálad. Hogy milyen változások lesznek, hogy milyen döntéseket hozol. Tehát légy óvatos, és ezt nem kell megválaszolni. De azért figyelj oda arra, hogy valaki figyelget téged, tudni akarja, hogy milyen hír érkezett, milyen döntéseket fogsz hozni, mik az elismerések, mik a terveid. És szerintem jó, ha odafigyelünk a koporsóra, zárd le ezt a kapcsolatot. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!